Minden elismerés nagyon fontos, így a legjobb játékos díj is, de ami miatt elsősorban boldog vagyok, hogy ma is begyűjtöttük az aranyat. A Fradi ellen mindig nagyszerű meccseket játszunk, így volt ez ma is. A kulcs az volt, hogy a második félidő második felében is nyugodtak tudjunk maradni. Mentünk előre, és a végén egy kicsit okosabban is játszottunk, mint előtte, így meglett a siker. Amit a lányok ma műveltek, elsősorban első fél időben, az arra nem is nagyon találok szavakat. Annál jobban talán nem is tudtunk kézilabdázni, legalábbis ebben a szezonban. Összegészében véve azért a második fél időben voltak periódusok, amikor egy kicsit, nem azt mondom, hogy melegünk volt, de följöttek. De abszolút nem éreztem azt, hogy baj lenne, vagy hogy megakadtunk volna. Külön öröm, hogy a Ferencváros részéről is az volt a vélemény, hogy megérdemeltük. Itt kell hozzátennem, hogy nagyon-nagyon jól küzdött a Ferencváros. Nem minden csapat áll föl 9 gólra ellenünk, akkor a hátrányból, le a kalappal előttük, de azt gondolom, ma megérdemeltük a Magyar Kupa győzelmet. Mindig jó nyerni a Fradi ellen, és mindig jó nyerni meg egy cím. Nekem most ez a tizedik, és nagyon boldog vagyok, nagyon jó csapat voltunk, jó munkát csináltunk. Lehet, hogy a második felidő egy picit a koncentráció lement, de végül tudtunk nyerni, nagyon jó voltunk.